Szabadai Viktor a vendégem, jó reggelt kívánok, a liberálisok választmányi Jó elnöke. reggelt kívánok! Na hát nem tétlenkedtek, de azért nyáron nem sokat hallottam önökről. Szabin volt mindenki, gondolom, nem, hát azért pihentek. ennek ennél is dolgoztunk, hogy nyár volt, ugye ilyenkor nehezebb olyan témákkal bekerülni, amik mondjuk nem a nyárhoz igazodnak, nem a bulvár témákhoz igazodnak. Azért rengeteget dolgoztunk, én azt gondolom, hogy eredménye is van ezeknek. Mire gondol? Ugye tegnap is azért láthatóan összegyűlt már annyi anyag megint, amivel kimondhatóvá vált, hogy az, ami 2014 óta mondjuk a BKK-nál zajlik, az egy zsákutca, az egy céltalan út. Igazából a BKK 14 óta regnáló vezetése, a megítélésünk szerint más sem tesz, mint megpróbál politikai elvárásoknak megfelelni, valódi városépítő vízió nélkül működni, és összehasonlíthatatlanak az eredményei mondjuk a 14 előtti BKK vezetéssel, nem tudja már azt a célját megvalósítani ez az intézmény, amire valójában létrehozták, és a sorozatos botrányok is mind ebből a céltalanságból, ennek a végtelen szervilizmusból fakadó vállalatigazgatásnak a eredményei. Na, egyébként nem ritka az, amikor mondjuk egy politikus úgy nyilatkozik, hogy a jelenlegi rendszer mondjuk annyira nem jó, de hogy mennyivel jobb volt mondjuk a korábbi. Ezek szerint akkor, ami korábban volt, akkor az jó volt, ugye? Amikor Vitézi Dávid vezette a BKK-t. Hát, ugye óriási különbség volt a célok megfogalmazásában és a működésben, annak abból a szempontból, mennyire a politikai kívánalmaknak akart megfelelni, illetve meg mennyire szakmai kívánalmaknak akart megfelelni. Pedig ez emlékeim szerint annak idején ő is kapott hideget, meleget, így már volt. Így a politikai kapcsolatai volt, miatt. De még egyszer mondom, tehát de szakmailag akkor ezek szerint én azt gondolom, hogy volt egy vízió abban a BKK vezetésnek, volt egy víziója, és ez világos volt, nyomon követhető, ezzel lehetett vitázni, lehetett azt mondani, hogy ezzel nem ért egyet szakmai alapon valaki, de azt nem lehetett mondani, hogy nincs cél. Most azt lehet mondani, hogy igazából valódi célok nincsenek, és ami pedig látható, az egyrészt az a fajta semmibe vezető út, aminek eredményei részben azok, hogy egyre kevesebb és kevesebb szakmailag alátámasztott beruházás indulhat-e Budapesten a BKK vezetésével. Sok esetben harc nélkül, szakmai vita nélkül kilép a BKK egy-egy helyzetből, másrészt megjelennek olyan botrányok, amik teljesen tönkreteszik a cégnek a renoméját, és mondjuk bajba sodorják a budapestieket. Igen. Nem volt itt még itt szerintem az épületünkben, az ATV épületében, amikor Bombera Krisztával ugye elmondtuk a mai étlapot, és én ott azt bátorkodtam mondani, mivel nem biztos, hogy egyetért, de hogyha nem lenne hármas metró, ha nem lenne BKV, akkor lehet, hogy liberálisokról se nagyon hallanánk. Most ugye azt szeretnék elérni már, hogy ebben a témában exponálják magukat az elmúlt időben a leggyakrabban, és egy kicsit olybá tűnik, hogy mázliuk van, hogy van egy hármas metró, vagy a hármas metróval mindig van valami probléma, mert akkor legalább be tudnak kerülni a sajtóba, de ez nem biztos, hogy így van. Mindenesetre most ugye Dabocai Kálmán lemondását szeretnék elérni. Na bum, mi van akkor, hogyha nem fog lemondani? Már pedig nem fog. Hát nagyon remélem, hogy nem csak a metron keresztül láthatnak minket, meg nem csak a tömegközlekedésen keresztül. Én szoktam általában ezekben a témákban nyilatkozni, tehát emellett azért más témákban megnyilvánulnak mások. Az igaz, mert mondjuk legutóbb ugye akkor olvastam önökről, amikor a népszavazási kérelmüket elutasították, mert nem tudták, hogy mi a pontos címük. Igen, nem a pontos címünkkel volt a probléma, hanem az a meghatalmazás, amit beadtak. Azon nem jó cím szerepel. Azon egy másik, egy régebbi cím szerepet, de nem visszautasították, hanem hiánypótlásra kötelezték a pártot, ami nyilván még aznap megtörtént. Jó, blama volt ezért. Igen, de ez egy főlegalizációs, az orvosi felhasználásával kapcsolatban, a marihuánának azzal kapcsolatos népszavazási kérelem. Tehát én azt gondolom, hogy remélem, hogy vannak olyan témák, amiket meg tudunk jelenni. Valóban mind a BKK, mind egyébként ettől lehetően a metró, a hármas metró, ugye olyan téma, amivel meg kell, hogy szólaljunk, és általában meg is szólalunk, amikor csak tehetjük, mert azt gondolom, hogy ez fontos. Budapest. Igen, de a hármas metró az budapesté, többnyire a budapestieké, persze nagyon sokan utaznak azért naponta félmillió utazást történik. Tudom, de hogy leginkább ez mondjuk valószínűleg a budapesti közönséget érinti. Ezek szerint akkor a liberálisok leginkább mondjuk, hogyha már a választásról beszélünk, mármint az országgyűlési választásokról, akkor leginkább mondjuk a fővárosra koncentrálnak. De kivel?
Én szoktam ezekkel a témákkal foglalkozni, elsősorban azért, mert én vagyok a budapesti választmánynak az elnöke, tehát ebből adódik, hogy budapesti témákkal foglalkozom. Nyilván azok, igen, akik országos ügyekkel foglalkoznak, azok más témákkal is olyanok, ami nem csak a budapestieket érintik. Ja, persze, azért a budapesti, igen, választmányi elnök azért tudhat olyan dolgokat is, ami igen, hát országos jelentőséggel bír, vagy bírhat. Tehát, hogy ezek a témák azért jönnek elő, mert ezek tényleg valóban mindennapjait érintik a budapestieknek, és én örülök, hogy most megint tudunk erről beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ezek fontos témák. Ezek nem csak azért, hogy bekerülhessünk a médiába, fontos, hogy ez mindenkihez eljusson, mindenki értesüljön arról, hogy valójában mi zajlik, mondjuk akár a hármas metróval, akár a budapesti közlekedést. Megelégednének azzal, hogyha a Dabócai Kálmán menesztve lenne? Dabóci Kálmánnak a menesztése az, azt gondolom, hogy egy fontos szempont lenne abban, hogy egy elmozduljon erről a holpontról Budapest közlekedése, valami megmozduljon, és kilépjen mondjuk a politikai megrendelések árnyékából ez a cég. Ugye nagyon könnyen adta át például a Budapest akár a HÉV vonalakat, annak ellenére, hogy mindenki tisztában van vele, hogy 21. században világváros, integrált tömegközlekedés. Nem lehet szétdarabolni különböző vonalakra, eszközökre a tömegközlekedés, mert ez katasztrófához, káoszhoz vezet. Ennek ellenére egy hangot nem hallottunk a BKK részéről, hogy ez miért rossz. Pedig ugye vannak olyan projektek, amik futnak már, és érintik a HÉV-et, elektronikus jegyrendszer, az például az egész, nem csak a budapesti vonalakat, hanem az agglomerációs vonalakat is egyaránt érinti. Ingatom a fejem, nem véletlenül. Ingatom. Nem azért, mert valószínűleg, hogy sok néző ingatja a fejét, mert hát ön is emlékszik Tarlós Istvánnak a kijelentéseire, aki mondjuk többször elmondta azt, ha annak idején Demszky Gáborék nem költ, most azért meg kerestem azt a szót, hogy mivel lehetek nagyon-nagyon-nagyon finom és diplomatikus, nem költöttek volna el annyi pénzt mondjuk a 4-es metróra, akkor nem beszélnénk most a 3-as metrónak a problémáiról. De nem mond igazat a Tarlós. Tehát a probléma, ami a 3-as metrót elsősorban jellemzi, ugye tegnap is a vezetőnek ki kellett szállni, hogy becsukja az ajtaját. És tudja miért száll ki? Azért, mert ezt is megmondta 1000 milliárdszor a Tarlós István főpolgármester úr, azért, mert az önök idején, meg a Gyurcsányék idején, senki nem újította fel a 3-as metrót. De ezt könnyű elmondani, mert ugye a 2-es metró után következett a 3-as metró felújítása, hosszú évekig nem történt ezzel semmi, csak a Duma. Most is a Duma megy, mert egyébként a döntési helyzetben, amikor ott állt a Tarlós... Tehát az hozzá se nyúltak a 3-as metróhoz. Amikor ott állt a Tarlós, hogy új szerelvények érkezzenek Budapestre, hogy ugyanazon a pénzért ezeket az orosz francsokat állítsák be évtizedekre, akkor nem pénzkérdés volt elsősorban, hiszen egyaránt ugyanannyi, tehát egyforma összegről kellett dönteni, mégis emellett döntöttek, egy működésképtelen koncepció mellett. Jöttek a magyarázatok, hogy gyerekbetegség március óta ki lehetett volna nőni, hogy egy kábelt rossz helyre dugta, hogy az ördög műve, meg a fakocka, meg mit tudom én, ez mind duma. De amikor arról volt szó, hogy új szerelvény érkezzen Budapestre... De látja, ön is abba a hibába esik, hogy mindig erről beszél, mint hogyha a 3-as metró hirtelen az elmúlt 5 évben, 8 évben romlott volna le, mármint a minősége, meg a színvonal, ez már az önök idején is azért haldoklott. Na mindegy. Egyáltalán nem mindegy. És mondom még egyszer, ez a döntési helyzet, ez kizárólag a Tarlós István felelőssége volt, hogy milyen metrók kerülnek be. És már régen nem beszélnénk erről, már régen nem beszélnénk arról, hogy mi történt a 3-as metróval. De ez egyébként az új szerelvények... Nem Tarlós István írta alá, döntötte, hát ez egy kormánydöntés volt, emlékeim szerint. Nem volt a fővárosi közgyűlésben. Hát de akkor se Tarlós István döntött el. Tarlós István úgy döntött. Valaki oda ment mögé és megnyomta a gombot. Most az a helyzet, hogy egy olyan lép, vagy a helyzetbe kerültünk, amit én nem tudok átlépni, majd leállt a beszélgetésünknek az ide. Én is sajnálom. Volt még egy pár kérdésünk, de azt azért majd feltesszük máskor, jó? Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.